Jane Doe. Igen? Készen áll. Hadd beszéljek Michael-lel. Tudni akarom, jól van-e. Semmi baja. De ha nem azt teszi, amit mondunk, a fia meghal. Ha már elrabolták a fiamat, legalább a hangját hadd halljam. Mindent úgy csináltam, ahogy kérték. A házat sem hagytam el. Tudjuk. Olvasta a mai újságot? Újságot? Nem, nem olvastam. Akkor nézzem bele. Az meg minek? Jó, ha van. Ha öl, vagy ölik. Mint a Fleming regényben. Olvasott Fleminget? Nem olvastam Fleminget, és nem tanultam fegyverhasználatot. Megtanítjuk. Második megálló a Bryce és Arroyo közti telefonfülke. Vigyen egy sporttáskát a fegyverhez, és nehogy szólni merjen a rendőröknek. Jó, Verda, kérem a mosást. Nem, kösz, nem. Várjon csak, hadd adjak egy... Hé! Te mi a felét művelsz? Csak le akartam mosni az ablakot. Ugye nem zaklatta önt? Ő a nagybátyám. Nem szoktam egyedül hagyni, csak... Jaj, nem, nem, dehogy csak egy kis aprót akartam adni neki. Adja csak, besegítem az autóba. További szép napot. Dolgom. Hogy kerültek a képbe a zsaruk? Ugye nem hívta Nem, őket? Nem én. Csak úgy előbukkantak. Én mindent megteszek. Csönd legyen! Az új csak a kezdet volt. Ha átvág minket, a fia fejét küldjük el. Megértette?
Igen, igen, én megértettem. Mondja, mit tegyek? Tanulja meg használni a fegyvert. Arnes utca 1512. Peter-t keresse. Vegye elő a fegyvert és azt mondja, tanítsa meg a használatát. A férjemet egy utolsó szajha szülte. Jó, de előtte, de el... Halló! Peter-t keresem. Miért? Hogy megtanítsa a használatát. A férjemet egy utolsó szajha szülte. Hol találom Peter-t? Vele beszél. Golyót akar ereszteni a férje fejébe? Az ötlet jó. Én is azt csináltam. Jöjjön. A tárban 5 sorozat van, plusz 6 a tölténytartóban. A cső megugrik, ezért lejjebbre kell célozni. Gyerünk! Ne feledje, lentre céloz. Nem rossz. Szorítsa a ballal, és lazán tartsa a jobbal. Jó. Gondoljon a férjére. Gondolja azt, hogy most is férre kúr. Mit tud maga a férjemről? Ugyan már, minden férfi ugyanolyan. Csak a gyártási számuk más. Na, folytassa. Ereszen golyót a táblán a fejébe. És lejjebb célozzon. Céloz, drága. Jó érzés volt, igaz, kis virágszál? A következő feladat. Menjen be az irodájába, jelentkezzen be a gépén, és töltse le az Orbstar nevű fájt. Utána hová vigyem? Várjon a konténer melletti fánál, valaki érte fog menni. Azután visszakaphatja a fényt. Korán van még, nem? Csak van némi lemaradásom. Túl sokat dolgozol túl kevésért. Miért adod el? Ja, kell a pénz. Úgy néz ki, kirúgnak. Te jó ég. Téged is. Úgy tarolnak ezek, mint a tankok. Mindenkin átgázolnak, nem törődve semmivel. Hát, ha új állást keresel, tudod, hol találsz? Kösz. Rendben, értettem. Igen, megpróbálom. Jól van, tartsa! Hozzáférés elutasítva.
mi hibánk. Közben helyrehoztuk. Igen? Nem azt mondtam, hogy nézegesse, hanem hogy töltse le. Értem, rendben, sajnálom. Csönd legyen és siessen, vagy levágjuk a fia kezét. Igen? Menjen a találkozó helyre és lőjön, ha meg akarják állítani. Ha bajba kerül, dobja a táskát a konténerbe. Visszakapom Michaelt? Automatikus törlés. Minden adat megsemmisül. Igen, megkérdeztem. Sajnos most nem tudom kapcsolni. Várjon itt, pár perc múlva jön. Mi történt? Meglőtték abból az irányból. Nem kiáll. Mondja el, mi történt! Nem tudom, én csak ott vártam, és valaki a hátam mögül lőtt. Mi van, ha maga tette? Volt fegyver? Nem én voltam, elment az eszem, miért tettem volna? Hol a lemez? A konténerben, a táskában. Nézze, nem tudom, hogy mi a fene történt a hátam mögött, de teljesítettem, amire kért. Csak adja vissza a fiamat. A konténerbe dobta a fegyvert és a lemez? Igen, már mondtam, hol van Michael? Maga mögött. Mi? Anya! Michael! Várj! Jövök! Michael! Mit csináltál? Hogy? Mit tettél, amiért elraboltak? Az égvilágon semmit nem csináltam. Hogy kérdezhetsz ilyet? Hogy kérdezhetek? Először az ujjaid! Az ujjaim? Nem a tiéd volt. Miket hordasz te itt össze? Gyere! Gyere! Szállj be gyorsan! Közd, de járni még! Szállj be az autóba!
Nem hiszem el. Nem is érdekel, mit csináltak. Bezártak egy dobozba valami udvaron, mint ahogy a hörcsögöket szokták. Michael, tudom, hogy mi mentél keresztül. Honnan tudnád? Ott se voltál. Most már minden rendben van, nyugodj meg. Valami történt, amit csak akkor fogok megtudni, ha hazaértem. Nem tudok beszélni, amíg meg nem állunk. Nem tudsz beszélni? Pár fazon kihurcolt fizika óráról, beragasztották a számot, bezártak egy dobozba, és te nem tudsz beszélni? Mi a fasz van? Vigyázz a szádra, Michael, különben rácsapunk. Anya! Hátulról is jönnek. Kapaszkodj! Te jó ég, minden rendben? Igen. Anya, oda néz! Nem akarsz mondani valamit? Előbb érjünk haza, lenyugszom és hívom a rendőrséget. Nézd meg, körül oda menni. Úgy tűnik, ezt már valaki megtette. Anya, ne menekülj a zsaruk elő. Kapcsolj be a rádiót. A rádiót? Minek? Kapcsolj már be! Heti nyerő számaink, száraz napos idő. Hamarosan a legfrissebb híreket hallhatják a Psycornál történt lövöldözésről. Hello, itt Billy Bob Parker beszél a belvárosi A rohadt híreket keresd meg! Hozzánk bátran bármikor, biztosan megegyezünk. Most pedig következzenek friss híreink. Mint tudjuk, Carl Churninget, a Psycor cég 55 éves elnökét ma reggel meggyilkolták. A tettest azóta az egész államban körözik, a gyanúsított feltehetőleg a Psycor cég egyik elégedetlen alkalmazottja, akit nemrégiben bocsátottak el a könyvelési osztályról. A keresett személy egészen pontosan nő személy neve Jane Doe. Ha bármit tudnak hollétéről, kérem, hogy értesítsék. Színjáték volt. Anya. Anya, te ölted meg? Nem, nem én voltam. Hogy a francba kérdezhetsz ilyesmit? Hát nem érted? Az egészet megrendezték, és most meg akarnak ölni. A gyilkosságot pedig rám kenik. Na, serif? Mi újság? Ami az intézményt illeti, csupa rossz hír. Úgy tűnik, az egyik alkalmazottját rosszul érintette az elbocsátása. Ezt egy konténerben találtuk, nem messze a tett helytől. Fegyver volt benne, melyből háromszor tüzeltek. Eric látta Jane Doe-t a táskával bejönni. Szabad? A portás mondta, hogy valamit letöltött a gépéről. Tudja, mi van rajta? Nem nyúlunk hozzá, amíg folyik a nyomozás, hogy a bizonyíték sértetlen maradjon. Értem. Mit kíván Mr. Eury? Mit csináljak a sajtóval? Úgy tűnik, a mai eset a cég hírnevén is csorbát ejt. Úgy értem, rossz hírbe keverheti a Psycort. Vissza tudja tartani az információkat addig, amíg nem jövünk rá tettének okára? Amit lehet, megteszek. Jobb, ha munkához látok. Gondolom, önnek is sok dolga van. Közel állt hozzá? Kihez? Az áldozathoz, Churninghez. Washingtonban az ön főnöke volt, nem? De, az volt. Egy éve kerültem vezető beosztásba, miután visszatértem Londonból. Így hát alig ismertük egymást. De mindig is nagyon tiszteltem őt. Ideje, hogy abba hagyd a hazudozást. Nem hazudtam, Michael. Nem csináltam semmit. Churninget meggyilkolták, és téged gyanúsítanak. Valami okuk csak honnan van rá. Honnan tudod a nevét? Én csak a rádióban hallottam, de nem is az a fontos, hogy mi a neve, inkább az, hogy mit tettél. Semmit, nem tudom. Jó ég, jelentést küldtem Churningnek. Hogy mit? Jól hallottad, bizalmas jelentést küldtem Washingtonba. Mi volt benne? De miért? Miért érdekel téged annyira? Atya ég, nem csoda, hogy apa ott hagyott minket, borzasztó tudsz lenni. Tudod jól, hogy elraboltak, bocs, hogy érdekel az ügy, mi volt a jelentésben?
9-es szintű kódok. Azaz? Titkos jelszavak. A teljes adatbankhoz hozzáférést nyújtanak. És? És valaki engedély nélkül használta őket. Figyelmeztettem Mr. Churninget. Gondolom, hogy ide jött ellenőrizni. Ki kellett volna belőle maradnod? Kimaradnom? Kimaradnom? Michael, ez a munkám. Ezzel foglalkozom. Jelszavakat adminisztrálok, ellenőrzöm őket, és jelentést küldök, ha illetéktelenek használják. Úgy tűnik, hogy ez egy végzetes jelentés volt. Ez a hálózat Churning személyes számláit tartalmazza. Mindegyik mellett kell lennie belépési kódnak. Van is. Mindegyiknél ugyanaz. 2A11. Add meg az azonosítót. 2A11 Jane Doe. Jelszó ellenőrzést intéz. Tud a rendszeren keresztül készpénzt átutalni? Tud, csak egy kicsi módosítással. És mennyi a teljes átutalható összeg? $4 millió. Abból bőven telik módosításra. Azt hiszem, ez mindent megmagyaráz. Összejátszás esetével állunk szemben. Churning a Psycorp pénzét költötte Jane Doe tudtával és segítségével. Még valami kell, hogy a kép összeálljon. Mit szól a zsaroláshoz? Churning titkárnője most faxolta át ezt Washingtonból, a főnöke fiókjában találta. Carl, újraértékeltem a szerepem fontosságát a tervében, és szeretném, ha a részesedésemet eszerint alakítaná. Alkudozásnak helye nincs. Bármiféle ellenvetésnek meg lesz a következmény. És vajon ki írta alá? Eddie! Fest át és rakd ki! Az autókereskedésnél a 17-es úton. Mennem kell. Kivel beszéltél? Az üzeneteket akartam meghallgatni. Átlátszó a hazugságot. Kit hívtál? Apádat? Nem. Akkor jó, mert nehogy azt hidd, hogy a segítségedre siet, ha valami baj ér. Nyugi, rendben. Nem őt hívtam. Mennyit kaptál? 8200-at. Legalább 13 rugót ér. Tudom, Michael. Elfogadtam az ajánlatát. Biztosan megsatszolta az értékét, és nem volt több pénze. Valaki követ. Mi? Ne nézz arra, menjünk. Újabb információkat kaptunk a boltoni lövöldözéssel kapcsolatban. A Psycornál összeesküvés nyomaira bukkantak, melynek két tagja, Carl Churning, a gyilkosság áldozata, és az elkövetéssel gyanúsított Jane Doe. Az állítólagos közös inkasztás ügyet zsarolás követte, majd Churning meggyilkolása. Hello, Tony vagyok a használt autókereskedésből. Látta Jane Doe-t a tévében? Épp nálam járt, megvettem az autóját. Most ment ki innen. Ha sóhajt, lövök. Ha nem adja ide rögtön a fegyvert, lövök. Ki maga? Luckynak hívnak. Nem túl találó. Miért követ? Ugyan, kedvesem, szívesen elmondanám, de nem volna etikus, jól mondom? Rohadt strici! Fejem kő, de azért törhető. Még a melóm sem megerőltető. Olvasott Fleminget? Gúnyt mersz űzni a rímeimből? Nem lehet, hogy inkább azt írta. Nyomd a csészébe az arcod, mielőtt egy golyót a koponyádba hajtok! Nem hiszem, hogy ilyet írt. Szerintem igen. Nyomd a csészébe az arcod. Lehúzhatom elő? Sajna, erre most nincs idő, Lucky. Nyomd a csészébe az arcod. Jól van! Figyelj, anya, lépjünk le innen! A csészébe a többi szar mellé. Jobban! Jól van! Felesleges ez a pénz. Ingyen is elvittem volna magukat. Sietünk, indulhatnák? Hát persze, ugorjanak fel.
Igen, megvannak. Egy fekete kamionban, Montanai rendszámmal. Mária Alma 4466. Rendőrök? Nem, anya. Ezek nem rendőrök. Akkor kik? FBI? Nem is az FBI. Ártatlanok vagyunk. Vannak jogaink, úgyhogy... Anya! Hallgass már! Jean, rég láttalak. Hagyjanak! Menjenek már innen, eresztenek el! Engedjétek el! Anya, nyugodj, hagyj, semmi baj. Csak azt mondtam, hagyj békén. Jean, ha megnyugszol, mindent elmagyarázok. Éhes vagy? Pokolian. A kedvencedet hoztam. Pulyka friss kenyérrel. Kösz. Te ettél ma már valamit? Hogy ettem-e? Nem, nem ettem, David. Evésre mostanában nem volt időm. De nem árulnád el inkább azt, hogy hol a pokolban vagyunk, és miért akar mindenki megölni minket, és mi a fenének keveredtünk bele mindebbe? És te ott az asztalnál, mitől vagy ilyen baromi nyugodt? Mondtam, hogy ideges lesz. Nem, az nem kifejezés. Nem szimplán ideges vagyok, hanem az őrület határán állok. És mindezen felül, hála a jó égnek, reggel még a migrénem is előjött. De tudod, a nagy sietségben, hogy a fiam elrablói meglegyenek elégedve a gyors és pontos teljesítményemmel, a fegyver megszerzés, a célba lövés, az állítólagos gyilkosság és hasonló dolgok, elfelejtettem bevenni a motrint, pedig szükségem lenne rá, David, mondjuk egy fél kilóra. Hozol nekem? Tudsz hozni nekem? Simons, tudnál hozni motrint? Motrint? Igen, jól hallottad. Mióta motyogsz a pólódba, David? 9 év házasság és 5 év különélés alatt egyszer sem láttam, hogy ezt tetted volna. Azt mondtad, kereskedelemben dolgozol. Katonai mentő alakulatnak nevezted, legalábbis ez volt a kifogás arra, hogy az év 365 napjából 350-et távol vagy. Fontos üzleti ügyek, mi? Megvan a kis telephelyed? A saját kis csapatoddal? Katonai mentő alakulat? Nem úgy tűnik. Áruld már el, kiknek dolgozol? A TIS-nek. Drogintervenciós szervezet? Az DIS.
TIS, titkos információs szolgálat. Apád egy szellem, Michael. Bár biztosan tudtad. Erre még visszatérünk. Na és mivel is foglalkoztok ti egyáltalán? Nem ismerős a CNN-ből ez a rövidítés. Titkos ügynököket képzünk, hogy rajtuk keresztül fegyvereket adhassunk el a kormánynak. Mióta? A szolgálat 75-ben jött létre. Nem, mondd te, mióta hazudozol nekem, David? Még házasok sem voltunk. Jane, így működik a világ. Maradj csak ott! Azt maradj, ahol vagy! Most már ne kimélj! Mondd el a többit is. Csőbe húztak. Azt látom, ostoba voltam. Ki tette? Avery. Avery. Ő rabolta el Michaelt, hogy téged a tett helyre csaljon. Majd ideológiát is keresett hozzá. Csupa fül vagyok. A lemez, amit letöltöttél, hamis fájlokat tartalmazott a sikkasztási kísérletekről. Avery szerint megzsarolta Churninget, és mivel nem fizetett, megölted. Ez képtelenség. Churningnek jelentést küldtem arról, hogy illegálisan használják a jelszavakat. Az a valaki Avery. De miért kellene információ. Neki? Tudod, hogy a Psycor többet halmoz fel, mint bármelyik másik intézmény. A jelszavak felhasználásával információt adott el. Üzlet? A javából. Egy külföldi brókerrel kötött megállapodást. Mitől ér ilyen sokat? Gondolj bele. Minden külföldi cég kíváncsi, hogy ki van éppen anyagi gondban, kifűzhető be új munkaerőnek. Külföldi gyógyszerészeti cégek... Te! Egy rohadt kis kuruzsló vagy, David. Azokról van szó, amiket a Psycor épít, igaz? Felderítő műholdakról és lövedékekről. Jól gondolom, hogy a dolog többi részét magasról leszarod? Mindig is jól átlátod a helyzetet. Kivéve, amikor férjekről volt szó. Le kell tartóztatni Everyt, és az adatátvitelt leállítani. Nem, azt akarjuk, hogy eladja. Miért? Mert mi hamisítottuk. Több mint egy évet töltöttünk a Psycorral belsőséges viszonyban. A fegyverekkel kapcsolatos adatokat már teljesen megmérgezte a sok téves információ. Miért nem szóltál nekem arról, amit csináltatok? Nem volt rá szükségünk. Az mindjárt más. Azt mondtad, hogy valahogyan beférkőztél a Psycorhoz. Mégis melyik ostoba tökfilkót fűzted be? Én vállaltam. Jézusom, a saját fiadat! Te pedig egy rohadt csúszómászó voltál, jól értem? Egy mocskos kis féreg vagy a disznél? T.I.S. És nem féreg vagyok, hanem munkatárs. Ó, oh, bocsánat, munkatárs. Tudtam, hogy nem érted meg. Csak egy anya vagy. Jane! Itt a motrinja. Kurt Simmons vagyok, David partnere. Óhajt még valamit? Egy ugyanolyan fegyvert. Az ex-férjemet akarom lelőni. Vicces nő. Ez tetszik. A szolgálat nevében szeretnék bocsánatot kérni, amiatt, amin keresztül ment. Minden rendben lesz, ha velem tart. Várj egy percet. Phelps kérte, hogy vigyem egy menedékházba. Hová? Minek? Erről nekem miért nem szólt? Azt gondolta, hogy a feladatod végrehajtását gátolja az a tényező, hogy a családtagjaidról van szó. Hidd el, a legjobbat akarjuk. Nincs sok időnk. Várj, ne rohanj el! Hívd fel Phelps-t! Mennem kell. Velem mi lesz? Menj vele. Biztonságban lesztek. Jane. Avery nem tudta, hogy bevonta Michaelt. Nem akartam, hogy így tudd meg. Persze. Ezt mondtad, mikor 18 évesen teherbe ejtettél.
Mióta dolgozol nekik? 14 hónapja. Hogy csináltad? Nem én. Te voltál. Mi? Hazahoztad azokat a jelszavakat, melyeknek a működését bennem ellenőrizted. Heti 3-szor tömörített fájlokat küldtek nekem. Felmásoltam a lemezeidre, miután aludni mentél. Mikor másnap a rendszerbe feltöltötted a fájlokat, apa fájlait is felraktad. Te kis bizok. Nem akartalak vele megbántani. A cél hamis információ terjesztése volt, ez minden, nem nagy ügy. Árult el, miért? Ígért neked valamit? Pénzt. Méghozzá adómentesen. Ez undorító. Hogy mi? 50 000 dollárt kerestem pár órás munkával. Te pedig 30-40 rugót évente állandóan robotolva. Hol van most? Mi a pénz? Apa azt mondta, hogy elrakja nekem. De szánalmas vagy. Mint én az elején, mikor még hittem neki. Apád hazudozó. Mit gondolsz, miért hagytam el? Nem veszed észre, hogy ez hazugság, anya? Ő hagyott el téged. Azért, mert olyas valakire volt szüksége, akit beavathat a munkájába. Ezt ő mondta neked? Jó ég, bárcsak ennek a fele se lenne igaz. Soha nem adott lehetőséget arra, hogy belelássak a munkájába, Michael. Állandóan titkolózott, soha nem volt otthon, soha! Megálltunk. Remélem, oda talál. Anya, kiszállj! Fékezni kéne! Jól vagy? Igen. Igen, jól vagyok, és te? Én is. Gyere, áthúznak! Tarts ki, anya, mindjárt kiszabadítalak! Michael, nem tudok kijutni innen. Menj egyedül. Dehogy is! Menj innen! Menekülj! Gyerünk! Ne majd aki! Michael, mindig engedetlen voltál, most ne legyél! Szállj már ki a kocsiból kifelé! Anya! Miért nem hallgatsz rám soha? Rúg folyamatosan! Simmons vagyok. Mondd meg Phelpsnek, hogy baleset történt. Hogy haltak meg? Dellings azt mondta, hogy a hatóságok pár órával ezelőtt felvették őket, de a furgon karambolozott az úton. Mesés szerencsétlenség. Hívd Lazart. Mondd meg, hogy időben ott leszek. Anya, nem pihenhetnénk egy kicsit? Nem. Mindjárt ide jönnek, hogy megnézzék a roncsot. Akkor csak találjuk ki, hogy hová megyünk egyáltalán. Már kitaláltam. Meglátogatom Nice-t. Miért? Átvisz minket a határon. Nem megyek át a határon. Akkor hová megyünk? Egyenesen a szívükbe. Elmagyaráznád végre, hogy mi a fenéről beszélsz? Miles,
Az eddigi életemet anyaként azzal töltöttem, hogy téged segítselek. Ha ezt most túlélem, éveket szánok majd arra, hogy rájöjjek, hol hibáztam el. De pillanatnyilag nem akarok arra gondolni, hogy apa nélkül nőttél fel. Mi köze ennek apához? Minden. Ő juttatott ide. Mindketten hazudtatok. Legalábbis így látom. Életet adtam neked, te pedig az előbb megmentetted az enyémet, úgyhogy egy-egy. Ha a magad ura akarsz lenni, legyél. Jöhetsz velem. Vagy külön. Korrekt így? Igen. Teljesen az. Köszönöm. Várj egy kicsit. Ki ez a Niles? Kutatóként dolgozik a Psycornál. Különleges projektekben vett részt. Be tud jutni a központi adatokba. Mire jó az? Onnan támadunk Everyre, és egyességre kényszerítem. Nem mennek bele. Ha valakinek jó erősen szorítod a golyóit, bele fog menni. Higgy nekem. Látja, két tárgyas a szobán. Mi a franc történt, Kurt? Nem tudom. Talán orvlövész volt, Avery egyik emberre. Meglőtte a kereket, és lerepültünk a szikláról. A nőd és a kölyök hátul ült. Nem tudtam kiszedni őket. Pont ki tudta ugrani az ablakon. David, a dolgok jelenlegi állása szükségessé teszi, hogy pár nap szabadságot kapj. A csapatod mindent elintéz helyetted. Nem kell szabadság, ez az én ügyem. Nem, az egész a szolgálat ügye, David. És tudod, mik a szolgálat szabályai, ha bármelyikünk családtagjairól van szó. A fiam segítségét mégis kihasználtátok. Ellenezhetted volna. A szolgálat nem tűri az ellentmondást. Akkor most miért tennéd? Pihenj kicsit. Lester majd hazavisz. Egyedül megyek. Talán biztonságosabb. Úgy tűnik, nem voltunk eléggé meggyőzőek. Kapja be! Itt fekszem, mint egy múmia. Mindent megtettem. Semmi baj. Mivel csak árthat nekünk, legjobb lesz, ha eltesszük láb alól. Bízz csak rám. David! 9 életük van, 9 rohadt életük! Kikről beszélsz? Jane-ről és a fiatról. Megtalálták a kocsit, de holttest nem volt benne. Életben vannak. Kurt szerint be voltak zárva, amikor lezuhant az autó. Kurt biztosan tévedett. A jármű teljesen szétlapult. Még előtte kellett, hogy kiszálljanak. Phelps tud róla? Most mondom el. Meg valamiféle eldugott rejtek helyét? Olyasmi. A Psycor kutatóintézetének a hátsó bejárata. Michael, ne! Maradjon ott, ahol van. Jól van. Michael! Itt vagyok. Ez meg mi volt? Meglátod. Niles! Niles, kapcsolt ki a riasztót. Jane Doe vagyok. A fenébe, Jane. Gyere be, mielőtt meglát. Gyere, Michael. Ki ez a jó madár, aki összehányta a bejáratot? A fiam. Honnan a csodából tudtad, hogy itt találsz?
Nice. Tudom, hogy itt dolgozol bent minden éjjel. Nem sok minden történik itt a tudtom nélkül. Bizonyára azt is tudod, hogy nagy bajban vagy. Azt mondják, megölte Churninget. Nice, ismersz engem. Nem vagyok gyilkos. Avery volt az, aki csőbe húzott, mert rájöttem, hogy bizalmas adatokat ad el. Eladja azt, amit te gondosan felépítesz. Ha igaz is, miből gondolod, hogy érdekel? Úgy is ki akarom üríteni ezt a helyet. Jól tudom. Mint ahogy azt is, hogy van valamiük, amivel itt tartanak. Hallgatlak. Meg tudom találni a fájt. Utána letörlöm, mintha soha nem is létezett volna. Tegyük fel, hogy belemegyek ebbe a képtelenségbe, és hogy nem versz át. Mit is kell akkor tennem? Engedd, hogy a kapcsolatoddal jussak be a rendszerbe. És azután? Nyerünk újabb 24 órát. Mi kell innen jutnom? Az éjszakás nővérnek olyan büdös a lehelete, hogy egy egész doboz tiktak sem segítene. Simons? Nem hallottad? Mit is? Életben van. Ki? Mit gondolsz ki? Az a kurva Jane Doe. Óram. El is kezdhetsz imádkozni, ha nem találod ki, miben sántikál ez a nő, és nem csinálod ki. Rendben, bízhatsz bennem. Hamarosan halott lesz. A naív kis férjével együtt. David. Kurt. Hogy vagy, öreg cimbi? A feltétel az, hogy először az én adataimat törlöd. Rendben. Csak más felhasználóként kell bejelentkeznünk, hogy a Psycho ne találjon meg. Üdvözöljük a Psycho-nál. Használd csak. Ha tényleg csőbe húztak, miből gondolod, hogy a rendszer hagy bejelentkezni? Olyan jelszavakat használok, amiket csak Churning tudott. Pár perc alatt bejutok. Jobban vagy? Igen. Most már elmagyarázhatná, hogy mit művelt velem. Persze. Szadóakusztikus sugárzásért. Hasznos a tömegvezérlésnél. Ez az egyik NGF, amin dolgozom. NGF? Nem gyilkos fegyverek technológiája. Azoktól, akik lebombázták Hiroshimát és Nagasakit. Legközelebb a célpont nem lesz olyan messze. És ez mi? Tömegvezérlés? Nem. Adatvezérlés. Egy EMP bomba modellje. 4 trillió wattos elektromágneses robbanást idéz elő. 160 kilométeres körzetben az egész elektromos rendszert hazavágja. Emberekre mi a hatása? Jó kérdés. Már többször kérdeztem én is. A válasz az volt, hogy le kell dobni ahhoz, hogy megtudjuk. Az új rendszerben semmi sincs, ami morális lenne, csak rombolás van. Bent vagyok. Bent a rendszerben? Úgy tűnik. Már 10 éve próbálok én is bejutni, mint hiába, és csak téged kellett volna megkérnem. Nice. Mind a mai napig egyszer sem léptem be illegálisan. A család többi tagjával ellentétben. Minden itt van. Minden apró részlete. Eltüntethető? Véglegesen? Búcsúzz el Nice Andersontól. Meghaltam. Csak egy szellem vagy a gépben. Mi jön most? Churningnek volt egy titkos jelszava, amellyel baj esetén az összes adat zárulhat. 10 másodperce van a jelszó megadására. Egyedül tudott róla. És persze én, mivel én találtam ki. Jelszó elfogadva. Zárolás megkezdve. A szolgáltató kijelentkezett, az adatok nem elérhetők. Bár csak láthatnám most az arcát. Nem tudunk bejutni. Mindent megpróbáltunk. Egyik számítógépen sem jön be a rendszer. Az lehetetlen. Kezdjük meg a helyreállítást. Kapcsol ki a meghajtót. Már próbáltam, azonnal törölni kezdett. Mi? A lebénító mechanizmust olyan vírus működteti, amely megakadályozza a gépek további működését. És mit akarsz ezzel? Lefagytunk, lebénultunk. De mi okozhatta? Az ok nem fog tetszeni. Csak egy képernyőt tudtam beüzemelni. Jane most játszani akar. Akarsz játszani Jane-nel?
Köszönöm a pénzt és a ruhát. Kösz mindenért. Inkább én tartozom hálával. Egyedül nem tudtam megszabadulni a fájtól. Elárulod, hogy mi volt benne? Miért? Segít tisztán látnom, hogy mi ellen küzdök. Én vezettem korábban a baktérium háborús kutatásokat. Eredetileg csak marhákon tesztelték. De a hatóanyagot hepatitis B oltásba csempészték, hogy meglássák, milyen hatása van az embereknél. Nem tudtam róla. 60-ból 46-an haltak meg egy éven belül. Amikor rájöttem, kiszálltam. Félek elmondani az egészet. Megfenyegettek, hogy mindent rám kennek, ha elmerem árulni őket. Hamis oltóanyag feljegyzések voltak abban a fájban. Ezek nem kispályások, Jane. Semmitől sem félnek. Meg akarod nézni a visszavágót? Szívesen maradnék, de randim van Elvisszel. Kivel? Így neveztem el az EMP bomba prototípusát. Gondoltam, hogy hamarosan letesztelem. El akartad pusztítani. Két éven át dolgoztam rajta. Szeretném látni, hogy működik-e. Vigyázz magadra, Jane. Úgy lesz. Igen? Tartsa egy kicsit. Jane Doe a vonalban. Halló? Magának is jobb, ha más nem hallja, amit most mondok. Csak mi vagyunk vonalban. Rájöttem, hogy mit csinálnak. A letöltésekkel és az adatok eladásával. Fogalmam sincs, miről beszél. Ó, bocsánat. Azt hittem, szüksége van a kapcsolatra, hogy be tudja tartani a szállítási időt. Tévedtem. Hülye picsa! Jobban tenné, ha elmenne a... Várjon! Ne rakja le! És mondja, miért ne? Mit akar? Ezt szeretem. $1,000,000. Mikorra? Egy óra múlva. Lehetetlen, kér. Akkor maga a múlté. Pá! Várjon! Hová vigyem a pénzt? Ne siessünk annyira. Jól van. És mi kell még? Zöld út nekem és a fiamnak. Szerezzen más gyanúsítottat. Rendben. Mik a szabályok? Játszunk úgy, mint régen. Mi? Régiségkereskedés a 9-esen. Piros furgonban lesz az üzenet. Nincs időm játszadozásra. Nem akarok ilyet hallani. Vagy betartja a szabályaimat, vagy nem kapja meg azt a lemezt, amely feloldja a rendszert. Értem. Jó. Ja, és nehogy ezt a kis hülye pasast küldje rám, akit legutóbb. Múltkor is nagy szarba került, szó szerint. Megtöglik az a rigyó. Még ma. Megtöglik. Na. Kész van. Jól van, megadjuk, amit kér. A mi érdekünk is, hogy Avery újra használhassa a rendszert, és adatokat adhasson el. Engem az aggaszt, ami az egyesség után történik. Azt akarom, hogy a családom békében éljen. Milyen gondoskodó lettél? Majd később beszélünk erről. Most, vagy Kurt meghal. Jól ismersz engem. Tudod, hogy Simmons is fogyóeszköz, akár csak te. Gondoltam. Fogadjunk, hogy csak magadat nem tartod annak. Fenyegetni próbálsz, David. Emlékszel azokra a fegyverekre, amiket feketén magunknál tartottunk? Alig. Digitális bizonyíték van mindenről. Feketén voltak nálunk. Azt tettük, amit kellett. Mikor hagyod abba, hogy jó fiút játsz? Biztos vagyok abban, hogy az alattomos ravaszkodásod juttatott téged előbbre a cégnél. Akad, aki leleplezi azokat az ügynököket, akik drogkereskedőkkel bratyíznak, és akiket kubai transzvesztiták szopnak le. Ezt nem tennéd meg velem, nem tennéd meg a céggel sem. Csak figyelj! Feltételezem, hogy van egy légi egységed, amelyik segítségedre siet. Elküldöm őket. Nem kell. Mondd meg a fiúknak, hogy jöjjenek értem, hozd el a családomat, és elrepülök velük. Ha követsz, vagy nyomozol utánunk, esküszöm, hogy a nálam lévő mocskos kis filmedet gondolkodás nélkül közzéteszem. Jól van, rendben, David. Megígérem neked. Ezennel kiszálltam. Kígyókat látok idekint. Átcseszett! Nincs itt piros furgon!
Akkor keresd! Na? Na mi? Mi van rajta? A Bryce és Arroyo közti telefonfülkénél 5 perc múlva. Ne késsel se fej! Menjünk! Eljátsza ugyanazt! Elpusztítom a kibaszott furgonját! Hagass már el! Vezess! Vége! Nem is sejti, mennyire halott. Velem, te ribanc! Te is ezt csináltad. Bassza meg! Higgadj már le egy kicsit! Ne csináld ezt! Hello, szívem, régen találkoztunk. Kussolj, megvan a pénz? Igen, megvan a pénz. Egy antilobbőr aktatáskában megfelel. Sajnos nem volt időnk újat venni. Igen, megfelel, amennyiben $1,000,000 van benne. Bronxton 540, harmadik emelet, 10 perc múlva. Bronxton 543. 10 perc. Még valami, szívem? Igen. Van egy pattanás a nyakadon. A helyedben kinyomnám, mielőtt begyullad. Le a halba, majd balra le a másik lépcsőn. Drága! Szívem, jövök! Repülök hozzád! Örülök, hogy sikerült ide találnod, Lucky. Dobd a táskát a szoba közepén lévő lyukba. Szia, kedves! Gyere elő, hogy én is láthassalak. Egy 9 millist irányítottam a szíved felé, megtanultam a használatát. Rendben. De honnan tudjam, hogyha odaadom a lét, nem lősz le? Dobd le és menj! Jól van. Rendben. Amit csak kívánsz! Szíve, amit csak kívánsz! Az a krómozott pisztoly hátránya, hogy visszaveri a fényt. Hoppa meg! Átverdelt a segfej! Maradj csöndben, bár úgy is megöllek. Anya! Michael! Hogy tudtam ezt előre? Az ideje, hogy én is szórakozzak. Egy kis Lucky-féle szórakozás. Milyen szép. Nem is tudtam arról, hogy ilyen finom, puha bőröd van. Kár, hogyha lenyúzom, nem lesz ennyire mutatós.
vagy egészen kicsi négyzetenként tépkedem le rólad, vagy amennyiben ideadod nekem a lemezt, gyors leszek és fájdalommentes. Esküszöm neked. Akarsz valamit mondani? Mit szeretnél? Gyerünk, mondd csak, mit akarsz mondani? Ki vele gyorsan? Attól tartok, ez három ujjacskádba fog kerülni. Ez az egyik. Állj! Kemény fiú! Peter! Tudod te, hogy mit csinálsz, Lucky? Úgy tűnik, mintha nem tudnám, Peter. Éppen dolgozom, nem látod? Miért zavarsz munka közben? Munka? Úgy néz ki, mintha megdugnád. Tudod egyáltalán, hogy milyen megalázó? Jó. Ha akarsz, hív perversnek, vagy gusztustalannak, csak szállj le róla. És máskor találj neveket! Ezt miért csináltad? Megegyeztünk, de nem fizettél. Esküszöm, akartam fizetni, de ez a kurva életben maradt, és valakinek kellett vele foglalkoznia. Még üzenetet is hagytam. Fel akartalak hívni, anyádra esküszöm! Nem szeretem, mikor anyámat is belekeverik. Nézd, Peter! Azonnal térdelj le! Megbeszélhetnénk! Éppen azt csináljuk. Most térdelj le szépen, és kérd tőle bocsánatot. Nem mondtad, hogy a megölése volt a célod. Hát, arra kértél, tanítsam őt. Mit számít, hogy mi történt? Mondd meg neki, hogy szadista vagy. És nőgyűlölő. És hogy rettentően sajnálod azt, amit tettél. Sajnálom. Nem, mondd el az egészet. Szadista vagyok. Szadista vagyok. És nőgyűlölő. És nőgyűlölő. Miért nem olyat mondtál, amit ki tudok ejteni, te hülye kis picsa! Jesszus, hogy mennyire utálom ezt a szót. Mike! Mike! Hová siet? Már semmi dolgom itt. Ők felbéreltek, de nem fizettek, hát elintéztem. Részemről letudva. Mi lenne, ha felbérelném? Mint mi? Nem tudom. Mint a testőröm. Mennyit fizet? $100,000, jól hangzik? Elég jól. Honnan szerzi meg? Látta a kint álló autót? Igen, Avery ül benne. Jó. Van nála számomra $1,000,000. És ha nincs? Végül is. Kideríteni nem kerül semmibe. Úgy látom, egy kicsit késni fogunk. De csöppet se aggódjon. Az üzlet rendben végbe fog... Hála magának. És olyan kimerült vagyok ettől az egésztől, hogy meg tudnék őrülni.
El tudnám kezdeni kilőni az összes golyót, mint ahogy a pesztcukorkák ugrálnak ki az adagolóból! Azt mondtam, hogy megvan a pénze! Akkor adja ide! Luckynak dolgozott. Nem illet hozzá ez a név, igaz? Itt az egész. Megszámolja. Hol a lemez? Michael, add a lemezt. Ezt a dobozba zárásért. Nem érdekel, mi lesz a Szájkorral. Ne kémkedjen, ne kövessen, vagy mindent szétlövök. Gyere, Michael! Honnan tudjam, hogy működik? Sehonnan. Elvigyük? Vörös Tangó, itt kontroll. Itt Vörös Tangó. Lokalizáltam a gyanúsítottakat. A 17-esen haladnak egy fekete járműben. Vajon bekapta a csalit? Ostoba halacska. Nem igaz? Húzódjunk le! Ez David. Amit csináltunk, de nem tudtam, hogy Phelps piszkos játékot űz. Nem teheti szabadon a dolgát, amíg ti éltek. Átvihetlek titeket a határon, de csak ha el tudunk indulni azonnal. Ha át akarsz cseszni, megöllek. Több, mint amiben megegyeztünk, de megérdemli. Menjünk. Figyelj! Meg fogom ismerni. Ha bármi történik ezekkel, megkeresem, megtalálom, megnyúzom, és megeszem ebédre. Örülök, hogy találkoztunk. Tudod, mi van rajta? Nem, titkosították. Okozhat kárt? A rendszer így is működésképtelen, ennél rosszabb nem lehet. Próbáljuk ki. Igen. Sikerült? Rögtön kiderül. Igen, sikerült. Az adatok megindultak. Milyen különös. Együtt a Dó család. Mikor adjátok fel? Pofa be! Neked itt nem osztottak lapot. Csak semmi érzelgősség, Simons. David találta ezt ki. Nem baj, azt látja a végkifejletet. Különösen azért, mert a feleségén múlik, hogy aktiválható-e a rendszer. Figyelemmel kísérjük Everett. Bent van. 3 órája nem jött ki. Nem csak az ember cselekedetei határozzák meg a ráncait. Történt valami?
Semmi, nincs mozgás. Azt látom. Avery megegyezett egy Lazar nevű külföldi brokerrel az adatok eladásáról. Az üzletet egy óráig kellett volna lebonyolítania. Jó lenne, ha a fia nem tenne keresztbe. A jelszó a lemezen volt. Csak fel kell vele oldani a rendszert. Uram, egy kis busz hajtott be a területre. Tudja, kik ők? Igen, ezek takarítják az ebédlőt. És bármi szokatlan? Semmi, ez mindig így megy. Avery még bent van? Nem jött ki. Hibáztam veled kapcsolatban, David. Már nagyon bánom. Phelps akarta, hogy kiképezzem Michaelt. Hallgattam rá. Miről beszélsz? Az őslakos indiánok a 10 éves fiúkat magukkal vitték harcolni. Meg akarták tanítani nekik, hogy a világ kegyetlen és bonyolult. És hogy az életet meg kell becsülniük. Ő még gyerek, David. A te véred, a tulajdon fia. Ezért akartam én tanítani. Szerinted megérte? Mi maradt neked, amiért harcolhatsz? Miért harcoljon ő? Ezért? Uram, tévedtem. Valami nincs rendben. Az épület hátánál vagyok. Furcsa csöveket csatlakoztattak. Kőkemények, de nem öntöző csövek. Szálkapcsolat. Mi? Igaza lehet. Méghozzá nagy sávszélességű optikai kapcsolattal juthattak be a központi adatbankunkba, onnan töltik le a fájlokat. Vajon mennyi időt vehet igénybe? Egy terabájtnyi adat 5 perc alatt tölthető le. Célpont megmozdult. Kezdődjön a játék. Kinti egység a helyére. Mozgás, mozgás, mozgás! Uram, tiszta a vétel? Igen, csak hangosítsd fel. Mindenki kifelé! Mozgás, gyorsan! Most, hogy szállítottam, bocsánatkérés illet meg. Faszomba az igényeivel. Késett és a mi időnket rabolta. Barátok között ez nem idő. Dehogy nem, tartanom kell az ütemtervet. Miért vitatkozunk? Minden itt van. Bizonyítsák be, hogy átutolták azt az összeget, és barátként válunk el. Majd, ha láttam az adatokat. Kvan? Igen, uram. Minden megvan? Egy perc, és meglátjuk. Teljesen hülyének néz minket. Miről beszél? Használhatatlan. Az egész le van zárva. Profi lehet az illető, aki bekódolta. Játszik velünk, Avery? Hol van a feloldó kódja? Hát nincs nálam. Én nem nyúltam hozzá. A lemezen, amit a feloldáshoz adtak, telepítve volt egy új kódrendszer. Te kis szaros, mit műveltél? Extra programot töltöttem a lemezre, kódolja az adatokat. Lehetséges? Igen, bonyolult, de van ilyen. Mi a jelszó? Nincsen jelszó. Magától kódolt a lálomra. Lássa be, elbukták. Ezt mindenki látja? Minden egység a Szájkor adatközpontba. Kobozzonnak el minden gépet, és vigyék át a raktárhelyiségbe. Erre nincs felhatalmazásod. Azt hiszed? A nemzetbiztonsági törvény 518-as pontja. Ha ilyen súlyú probléma adódik a Szájkornál, jogomban áll átmásolni az adatokat, és eladni őket Lazarnak.
Azt hiszed, hogy egy pólyás és a tudatlan kis anyukája kifoghat az Egyesült Államok kormányán? Vigyétek őket! Mozgás! Mozgás! Mozgás kifelé! Gyorsan! Gyerünk, mozgás! Gyerünk, mozgás! Gyerünk, mozgás! Gyorsabban! Na és mi legyen Dóékkal? Nem jár vigazdíj a veszteseknek. Egy valami vár rájuk. Halál! Álljunk meg itt. Ne húzzuk az időt. Kivel kezdjem? Lehet velem? Lássuk, van egy gyomrot hozzá. Jó. Ki a következő? Gyerünk! Michael, gyere! Honnan tudtad, hogy odalő? A megszokottat követik. Nincs fantáziájuk. És most mihez kezdünk? Kilőjük Phelps-t a világűrbe. Elég rakéta maradt ahhoz, hogy az egész kóceráit a Niagaráig repítse. Azt hittem, te is akartad az üzletet. Régebben sok mindent akartam. De nem vagyok rá büszke. Phelps ezt biztosan nem fogja értékelni. De van egy kazetta az ülés alatt, amit... Viszlát! Úristen, apa! Mit fogunk most csinálni? Megtanítottak ilyet vezetni? Csak azért nem mondom azt, hogy őrült vagy, mert nem elég kifejező. Erre az egyre ne kérj. Ez az egy maradt Nice. Hinned kell nekem, nincs más lehetőség. Még legalább 3 órát kellene várnom a kilövéssel. Nem megy. De igen, Nice. Megy az. Mennie kell. Bármikor odaérhetnek, és akkor már késő lesz. Nice! Nem érek rá. Ott vagy még! Gyerünk! Mozgás! Gyerünk! 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 Gyerünk már! Nice! Kérlek, válaszol! Előre! Mindenki! Mindenki! Gyerünk! Gyorsabban! Gyorsabban! Beállni! Nice! Segíts Istenem! Mi a felét művelsz? Igen. Igen, Nice. Elvis elhagyta az épületet. Vegyétek körbe az épületet, a kocsikkal pedig álljatok a kijáratok elé. Vettétek? Jól van, gyerünk, fiúk, lányok! Menjünk! Phelps maga az? Igen, itt Phelps. Jane vagyok, és 3 dolgot tudnia kell. Hallgatom. Az első, még élek. Ezt valahogy éreztem. A második. Itt van a kazetta. Érzem. Mi a harmadik? Hogyha hulló csillagot lát. Akkor? Akkor ne kívánjon. Mindenki azonnal vissza! Vissza mindenki! Jó, gyerünk már! Az Egyesült Államokból Kanadába való átlépéskor álljanak meg útlevél ellenőrzésre.
Jó napot kívánok. Útlevél ellenőrzés. Köszönöm. Tovább! Menjen csak! A Szájkor ügyjel kapcsolatban a mai este folyamán hála a nyomozóknak több részletre is fény derül. A robbanás iróniája az, hogy a Szájkor saját lövedéket ért le pályájáról. A Szájkor adatbankjának vesztesége felbecsülhetetlen értékű, azok pedig örülhetnek, akik hitelt vettek fel a cégnél, mert a teljes hitellista letörlődött. Az állapot kaotikus. Tessék! Megtudtuk, hol tartózkodik Jane Doe. Felejts el. Hogyan? Vége van. A Churning ügyet Everyre kenjük. A nőt hagyják békén, világos? Igen, az, de miért? Mert ezt parancsolom, érti? És nem merje megkérdőjelezni. Miért van még mindig itt? Én már... Már itt sem vagyok. Kedves Michael, ha ezt a levelet olvasod, bizonyára te is tudod. Mellékelem a kulcsot, ami a pénzedet őrző széfet nyitja. Minden itt van. Kiegészítve egy kis bónusszal. Hozzáraktam neked azt is, amit spóroltam. De ne aggódj, nem fognak rájönni. Ne feledd, gondoskodj magadról, és történjen bármi, anyunak is viseld gondját. Ő a legjobb dolog, amit az élettől kaptál, és a legtöbb, amit elveszíthetsz. Fogadd ezt meg tőlem. Én mindkettőt átöltem. Szeretettel, apa. Anya, menjünk. Mi a baj? Mi történt? Ne kérdezz semmit, csak menjünk. Ott volt a pénz? Ott, igen. És a bónusz? Az is. Az ég szerelmére, mondd már el, mennyi volt benne. Több mint $2 millió. 2 millió? KP-ben. Nem fog tetszeni az ötlet, de vissza kéne adnunk nekik. Megőrültél. Mégis hogyan adnánk vissza? Nem tudom. De talán ezt ráérünk a következő 40-50 évben kitalálni. Figyelj, anya. Szeretlek. Magyar hangok. Bertalan Ágnes, Juhász György, Bicskei Tibor, Bognár Zsolt, Árkosi Kati, Fekete Zoltán, Vári Attila, Óber Frank Pál, Láng Balázs. Magyar szöveg Votiszki Anna, hangmérnök Nikodém Norbert, vágó Darók Attila, gyártásvezető Miklai Mária, szinkronrendező Somló Andrea. A szinkron az SPI International megbízásából a Filmsound stúdióban készült. Az 5.1-es hangot készítette Nikodém Norbert.